Folytatni szeret azt a sorozatot, amit elkezdtem, és hát ez a Korintus 13-ról szól, és teszem ezt azért, mert én magam részéről ebben szeretnék fejlődni, és én azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek ez dolgunk. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy abban dicsőítetik meg az Atya, hogyha az ő tanítványai leszünk. És azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy arról veszik észre az emberek, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogyha egymást szeretni fogjuk. És ennek a, ugye ez a János 15:8 volt, illetve a 13:35 volt, és a 34-et jelölte meg ugye az új parancsolat, amit vettünk őtőle gyakorlatilag. Tehát ez nem csak villogni szeretnénk az Isten szeretetével, hanem ezt parancsolta, hogy ezt cselekedjük. És az 1 Korintus 13-ban pedig nagyon szépen fel vannak sorolva a szeretetnek a tulajdonságai, amiket, tehát hogy milyen az, hogyha ez esetleg valaki nem tudná, vagy mi az, amiben fejlődnünk kell. És én azt tökéltem el magamban, hogy mindegyikről fogok egy picikét beszélni. Van, amelyikről többet, van, amelyikről kevesebbet. Vannak dolgok, amiket Istennek még meg kell értetnie velem is, úgy tűnik. De azért körül jövünk az igéje köré, és próbálunk vele fejlődni. Az, amit felolvasok, az a Korintus 13, és a 4-től a 8-ig, ugye ez az az 5 ige hely, ahol a szeretetről szól a Biblia, ez Isten szeretetéről szól. Mivel János azonosítja Istent a szeretettel, azt mondja, hogy Isten a szeretet, ezért nyugodtan használhatjuk ezt az igesort úgy is, hogy Isten ilyen, de nyugodtan használhatjuk abbra is, hogy magunkon egy kicsit változtassunk. Isten persze csodákra képes, és még egy olyan faembert is, mint én, fel tud tüzelni, ha tetszik így mondani, a szeretet irányába. De elsősorban én azt gondolom, hogy ez nem érzelmi kérdés, a szeretetnek ez a formája. Tehát görögül sem az. Tehát a phileo az az, amikor az ember érzéssel szeret valamit, vagy valakit, vagy tetszik neki, vagy tehát vonzódik valamilyen módon az ő habitusából adódóan, vonzódik valamihez, vagy valakihez, és egy ilyen szeretet van benne, de az agapé az nem ilyen. Az agapé az független attól, hogy az illető, vagy a dolog vonzó, vagy nem vonzó, az ember mégis hát szeretettel van irányába, és a tevékenységét hát úgy válogatja meg, hogy ez a szeretetről szóljon. Szóval az 1 Korintus 13:4 mondja azt, hogy a szeretet hosszú tűrő, a szeretet kedves. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonosz. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, és a szeretet soha el nem esik. És hát ahol tartunk ebben, meg volt a hosszú tűrésről való tanítás, a kedvességről való tanítás, ugye ez nem Eusébia itt ezen a ponton, tehát nem az istenességnek a kegyességéről van itt szó, hanem a kedvességről van itt szó, ezen is túl vagyunk. Nem irigykedik, erről is beszéltünk, és most jön az, hogy nem kérkedik és nem fuvalkodik fel. Nagyon fontos tulajdonságok ezek is. Ahogy lássuk, hogy mennyire fontos az, hogy a szeretet mit, hogyan csinál, és miért csinálja, ezért gondoltam, hogy végig túrázom a Bibliát, és megnézem azt, hogy mi történik akkor, hogyha valaki nem kedves. Mi történik akkor, hogyha valaki nem hosszú tűrő. Mi történik az, hogyha valaki irigykedik. Ugye ezeket végignézegettük, és most azt fogjuk megnézni, hogy a Biblia mit tart a kérkedésről, és hát tulajdonképpen mi a kérkedés, vagy mi a hivalkodás? Ez itt ugye a nagy kérdés, amit definiálni kell először. Hát talán a hivalkodással kezdjük, ami egy rokon értelmű szó a kérkedésnél, illetve a dicsekvésnél. A hivalkodás azt jelenti, amikor az ember felhívja a figyelmet, de magára. Hogyha ez egy régi magyar szó, hogyha nézed a Bibliában azt a szakaszt, amikor az Úr megadja a bérét a szőlőben munkálkodóknak, megvan?
akkor ugye megkérdezi tőlük, kimegy néha a piac térre, és megkérdezi tőlük, hogy miért hivalkodtok itt. Ugye? Tehát ez a régi magyar szó innen érthető. Mi az, hogy hivalkodnak ezek az emberek? Hát azt jelenti, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ők munkaerő. Tehát a munkaerő piacon megjelennek, ha tetszik így mondani. Tehát amikor valaki hivalkodik, akkor önmagára hívja fel a figyelmet. Azt mondja Jézus Krisztus más helyen, hogy bizony mondom néktek, az emberek számot adnak minden hivalkodó beszédért, amit mondtak ebben a világban. Most, hogyha ezt az előbbi meg fényében vizsgáljuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy amikor olyat mondok, amivel magamra hívom fel a figyelmet, tehát én hivalkodok, ez már rossz ízű, tehát amikor a munkások kimennek és hivalkodnak, akkor azért hívják föl magukra a figyelmet, hogy így vegyék észre, hogy ők jönnének dolgozni. Hogyha hivalkodó beszédről van szó, és ilyen lesújtó értelemben használja az Úr Jézus Krisztus, hogy számot adnak minden hivalkodó beszédért, akkor arról van szó, hogy nem Istennek a dicsőségét keresem, és nem Isten dicsőségére hívom fel a figyelmet. A Biblia határozottan mondja ezt, hogy aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Ez több helyen is megvan írva, el is fogjuk olvasni. Tehát nekünk Jézus Krisztusban kell dicsekedni. Ha nem, akkor, és a dicsekvést azt Isten sosem igazán tolerálta, mert mindig azt szeretné az Úr, hogyha Istenre hívnák föl az emberek a figyelmet. És hogy a világ mennyire el van szakadva, és mennyire el van idegenedve az isteni élettől, akkor azt látjuk, hogy az emberi kommunikációnak egy jó része hivalkodás. Személyesen is, és közösségileg is. Hivatalosan is, és nem hivatalosan is. Hivalkodásról van szó, dicsekednek valamivel, és hát sajnos nem Istennel. És az ember azt mondja, hogy hát mi baj van azzal, hogyha reklámozunk valamit. Hát, kérdezd meg Isten, mi a baj vele. Hát ez egy dolog, hogy te felhívod a figyelmet valamire, hogy ez van és elérhető, de más dolog az, hogyha megdicsőíted azt a dolgot. Azt mondja Isten, hogy az ő dicsőségét másnak nem adja. Aztán akkor itt vagyunk a dicsekvéssel. A Biblia sokszor használja ezt károli fordításban, a dicsekvés. Mi az a dicsekvés? Hát a dicsőség keresése. Amikor magam számára keresem a dicsőséget, én akarok úgy feltűnni, mint aki dicsérni való. És persze meg szoktuk dicsérni a gyerekeket, hogyha ügyesek, meg el szoktuk őket marasztalni, hogyha nem, ennyi. De ez más dolog, ez egész más dolog, tehát egy pedagógiai dicséret, vagy egy pedagógiai megrovás, az egyszerűen csak tájékoztatja az illetőt, hogy mi a helyes és mi nem, és Isten is így van ezzel, hogy bizony használ ő is pedagógiát, őneki van a legtöbb kölyke a világegyetemben, és ő a legjobb apa, legjobb atya, a legjobb pedagógus, és ő bizony dicsér, illetve elmarasztal, de dicsérni azt lehet, akinek nem száll a fejébe a vér. Tehát, hogyha azt teszed észre, hogy Isten kevésszer dicsérget téged, akkor tudhatod jól, hogy jellemeddel foglalkoznod kell, mert akkor könnyen a fejedbe durran, a fejedbe szállnak a dolgok, és ez nem jó dolog. Tehát a dicsekvés ugye arról szól, hogy a dicsőséget keresem magamnak. Hát összeszedtem nektek egy csomó igeverset, ami ezzel kapcsolatos. Mindjárt kezdjük a Róma levéllel, hogyha nem bánjátok. Tehát egyel korábbi levél, már ugye a Bibliában egyel előrébb van, a Róma levél 3. fejezetében. Sehogy máshogy nem csinálom én ezt most, ahogy jönnek egymás után a Bibliában. Ennyi az egész. 27-es vers lesz a lényeges dolog. De a 26-ostól olvasom, egészen a 28-asig. Az Isten hosszú türésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Ugye az előző vers, ez két nagyon nehezen érthető vers, de nem akarok itt lehorgonyozni. Ugye a 26-os azt mondja, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki Jézus hitéből való. De a 25-ös meg azt mondja, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Mit mond Pál apostol? Nem azt mondja Pál apostol, hogy Isten Jézus Krisztusig a bűnöket elnézte. Jézus Krisztus után meg Jézus áldozata szükséges ahhoz, hogy a bűnöket el tudja nézni. Nem erről van szó, meg kell érteni. Arról van szó, hogy Isten Jézus Krisztus áldozatával oda-vissza rendezte
időben oda-vissza rendezte a bűn kérdését. Tehát Isten akkor is igazságos volt, amikor visszamenőleg elengedte, meg akkor is igazságos, amikor odamenőleg elengedi. Ezt nehéz megérteni, már csak azért is nehéz megérteni, mert Isten időn kívül létező valaki, tehát ő számára nincsen idő, és te viszont ezt nem tudod felfogni. Tehát a Bibliában azokat a dolgokat nagyon nehéz megérteni, ami olyan dologgal kapcsolatos, amit te nem tudsz tapasztalni. Hát Isten végtelensége, az idő végtelensége, az, hogy Isten egyszerre látja a múltat és a jövőt, az, hogy Isten egyszerre jelen tud lenni mindenhol. Ezek olyan dolgok, amiket nagyon nehéz felfogni emberi ésszel, és ezt csak elfogadni lehet, hogy jó, oké, rendben van, el tudom képzelni, hogy valaki ilyen. Aztán nehéz felfogni ésszel a Istennek a több személyiségét. Hogy lett valakinek több személyisége, hogy lett valaki több személyű. Hogy lehet ezekben, és mégis ugyanaz. Ezt nagyon nehéz felfogni. Tehát amikor az ember hálát ad Istennek, hogy atyám, köszönöm, hogy elküldted a te fiadat, és utat találtál arra, hogy irgalmazzál nekem. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, és akkor utána mit mondja? Köszönöm nektek? Vagy köszönöm neked? Igen, mind a kettő helyes. Mind a kettő helyes. Ugye, ha hozzáveszem a Szent Szellemet, akiért hálát adok, hogy eljött, akkor már három figuráról beszélünk, és mind a három egy. És az ember ilyenkor, te jó ég, hát most akkor hogyan ragozzak? De elmondom neked, ez héberül és görögül ugyanígy van. Beszél a Istenről, mint egy szeméről, és aztán többes számú ragot tesz hozzá az igéhez. Vagy beszél az Istenekről, mint mondja az Elohim szót, és akkor utána úgy teremtsünk embert, ugye, mondja a Biblia, az összes, és akkor Isten teremté az embert. Persze ez nem a Szent Háromságra, egy kicsit rossz példa volt, mert ez nem a Szent Háromságra való utalás, de az egész ószövetségi szentírás ezen görcsöl, hogy most akkor hány személy. És hadd mondjam el nektek, hogy a Szent Háromság kérdése az nem egy új szövetségi doktrina, az már az ószövetségben benne volt. Tehát ha valaki figyelmesen olvassa az Ószövetséget, megtalálja ezt a három személyt, megtalálja Isten szellemét, aki indítja a prófétát, megtalálja az Isten igéjét, aki jön és beszél valakivel, és megtalálja a trónon az atyát. Akár egy igeversen belül meg lehet találni kettejüket, és akkor bizony eljutunk a Szent Háromság úgymond doktrinájáig, abban a Bibliában, ahol a Hald Izrael, az Úr a te Istened, egy Úr, ugyanaz benne van. Ugye? Tehát ez megdöbbentő. Galata levélben is írja Pál, hogy az ige, hogy a törvény adatot közbenjáró kezében. A közbenjáró nem ettől van, de az Isten egy, hozzáteszi. Hogy értsék a drága testvérek, hogy igen, Istennek több személye van. És ez a több személy többféle dolgot tud egyszerre csinálni, többféle módon tud megnyilvánulni több helyen, de mégis ő egy Isten. Vagy ők egy Isten. Vannak nehezen fogható dolgok. Ez az igevers ugyanilyen nehezen fogható dolog, hogy Isten irgalmasságából visszamenőleg kezelte a bűnöket Jézus Krisztusban. Ezt én nem tudom felfogni, ezt te sem tudod felfogni. Azt sem tudom felfogni, hogy én 2000 évvel azután születek, hogy Jézus Krisztus meg eltörli a bűneimet. Én még meg se születtem, és eltörölte az összes bűnömet. Hogyan lehetséges? Akkor Isten tudta előre jönni fogok? Persze, tudta előre. Tehát ezek ilyen... Ezen nem érdemes agyalni. Tudom, vannak keresztények, akik összevesznek Isten személyén, de nincs értelme. Nem tudod felfogni, drága testvérem, te se, én se, senki se. Tehát azok az emberek, azok a teológusok, akik körülbelül 13-szor annyi esze van, mint nekem, vagy általában a hozzám hasonló mezitlámas keresztényeknek, ők se folytatnak ezen vitát, mert nincs értelme. Ők is tudják, hogy hát lehet, hogy jó okos, de annyi esze van, amennyi. Ezt nem lehet felfogni, mert nincs hozzá tapasztalás. Szóval Isten az ő hosszú tűrésnél fogva kegyelmes volt, és megigazítja most azt, aki Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Ide akartam eljutni. Hol van hát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeté által? Nem, hanem a hit törvénye által. Ugye? Ez egy nagyon fontos dolog. Másuk mondja a Biblia, nem keresünk meg minden igét, hogy Ábrahám, mit nyert Ábrahám? Az ő cselekedetei által semmit. Az ő hite által nyert. És lehet, hogy van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Isten előtt senkinek semmivel nincs mivel dicsekednie. Ezt láttuk, és látni fogjuk. És ezért nagyon fontos olyan értelemben is, hogy,
hogy oké, okay, az, hogy Isten megjutalmaz téged, ugye mit mond Pál apostol, gondolj bele, azt mondja, hogy amíg hátam mögött vannak elfelejtve, ami előttem van, annak nekidőlve, célegyenesen igyekszem az Istennek Jézus Krisztusban odaföl való elhívása jutalmára. Most akkor mégiscsak Isten megjutalmazza a cselekedeteket? Meg. De kegyelemből. Ez egy extra. Tehát nem azért, mert én jutalmazandó vagyok, hanem azért, mert ő olyan, amilyen. És igen, véghez tudja rajtam vinni a jó cselekedeteket, véghez tudja rajtam vinni, keresztül tud munkálkodni Isten, hatalmas dolgokat tud csinálni, és ez az ő dicsősége. És plusz jó fejségből engem meg még megjutalmaz. Sőt, ugye azt mondja az írás, majd látni fogjuk, hogy dicsekszünk Isten dicsőségének reménységében. Tehát hagyján, hogy megjutalmaz a jó cselekedetekért, de még be is fogad az ő dicsőségébe. De azt Isten nem tolerálja, hogy magadnak tulajdonítsd az ő érdemeit. Azt nem tolerálja, és megvan az oka, hogy miért, majd látni fogjuk. Oké, okay. Tehát akkor nézzük az 5. fejezetnek a 2. versét. Jó, 2-vel lapozunk 5, ha már említettem ezt az igét. Az 1-es azt mondja, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Erről beszéltem tegnap, hogy Efezusi levélben, a 6. fejezetnek a végén vagyunk, tehát lezárta ez Efezusi sorozat Pécsen, és ugye a békesség evangéliumának a felkészültségéről van szó, és készültségéről van szó, és hát erről van szó ott, hogy hitáltal megigazultunk, és békességünk van Istennel. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Nem a saját mérdemeink által, tehát ami a mi Urunk Jézus Krisztus által, amen, akkor ez egy, nem egy ilyen szöveg, aminek semmi értelme nincsen, meg amit így szokták mondani a papok, hanem arról van szó, hogy az Úr Jézus Krisztus érdeme által történt valami. És lehet, hogy te neked részed van benne, lehet, hogy rajtad keresztül történt valami, lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a te ötleted és a te tevékenységed volt, de mindjárt látni fogjuk, hogy mit van, amit nem úgy kaptál volna. Tehát magyarán, a mi békességünk Istennel is Jézus által van. Aki által, mondja a 2. vers, van a mi menetelünk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Tehát Jézus Krisztus által lehet elérni az isteni kegyelmet. Amiben mi most állunk, ebbe vagy benne. És dicsekedünk az Isten dicsőségének a reménységében. Tehát, ha dicsekszel, akkor azzal dicsekszel, amit Isten csinál. Amit Isten csinált, amit Isten készített el, és ez jó. Ez jó. Ez azért jó, mert hogyha valaki rád néz, akkor illendő Istent látnia. Mert az embereknek erre van szüksége. Ezt szoktam volt mondani, tehát rám senkinek nincs szüksége. Abszolút. Tehát, és rád se. Bocsáss meg. Lehetsz te egy nagyon jó anya, lehetsz te egy nagyon jó feleség, lehetsz te egy nagyon jó férj, ez fantasztikus. De igazából te benned arra van szüksége a te gyerekednek, társadnak, apádnak, anyádnak, amit Isten beléd rakott, és amit Isten rajtad keresztül véghez tud vinni. Ne felejtsd el, már a teremtés jogán így van a dolog. És a feleségednek a szükségét Isten teremtette, amit rajtad keresztül betölt. És ezért Istené a dicsőség. Ez ilyen dolog, tehát ez egy ilyen dolog. Az egy más kérdés, hogy befogad minket az ő dicsőségébe. Ez fantasztikus. Halleluja. Következő igénk a 11-es vers, ugyanitt ebben a fejezetben. Még egyszer elmondja, hogy nem csak pedig, hanem, nem csak, hanem is. Dicsekedünk az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Tehát az Istenben Jézus Krisztus által dicsekedünk. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Az, hogy ami nekünk van, és amit Isten nekünk, és ez egy nagyon fontos dolog azért, hogy elvedd mindent, amit Istentől kapni akarsz, vagy amit Isten adni akar neked, hogy az Úr Jézus Krisztus által, hogy dicsekedhess Istennel. Hogy az Úr ezzel is megáldott, az Úr ezt is adott nekem, az Úr azzal azt is betöltötte, az Úr ezt is véghez vitte, az Úr azt is véghez vitte, nekem részem volt benne, ott voltam, imádkoztam, és Isten nézd, mit csinált, vigyázz, hogy hogy adod elő. Oh, ott voltunk, amikor ott voltunk, olyan kenet volt. Jaj, vigyázz! Vigyázz, vigyázz! Hogy hogy adod elő? Tehát amikor Istennek adsz dicsőséget, akkor Istennek adja a dicsőséget. Pál apostol is erre nagyon kínosan figyelt, hogy Istennek adta a dicsőséget, mert hogy az az övé. Jó? Menjünk egy picikét tovább.
1 Korintus 1.29, föl akarom ezt olvasni? Azt hiszem, igen. 1 Korintus 1.29. Lehet ám, hogy nem is megyünk tovább, mert dicsekedéssel végezzük ezt a dolgot. Tehát azt mondja, mert utána jön a felfúvalkodottság, és ez egy nagyon nagy téma. Tehát azt mondja az 1 Korintus 1.29, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Ez egy isteni alapelv. Ne dicsekedjen ő előtte egy test sem. Tehát Isten pontosan tudja az ember paramétereit, ő gyártotta le. Ő tervezte, ő gyártotta le. És tudja nagyon jól, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy olyanok legyetek, mint a gyerek. Kisgyerek, őszinte, ha valami kell neki, akkor kér. Ha valami nem tetszik, sír. Ha valaminek örül, akkor sikoltozik. És hogyha apu jön, akkor ugrik a nyakába. Ezek ilyen őszinte dolgok. Nincs benne képmutatás, nincs benne, nem politizál a gyerek, nem felfogalkodott. Nem akarja játszani az agyát. És lehet, hogy eldicsekszik, hogy apa néz, milyen szép autó van, apa néz, milyen szép dere, de ebben nem az van, hogy a saját dicsőséget keresi, oké? Okay? Ő boldog apuval, meg boldog anyuval, és ez egy nagyon fontos dolog. Test vagy, ne dicsekedjél Istennel szemben, meg ne keresd a dicsőséget magadnak, ne keresd. Én nekem vannak ilyen nagyon kellemes személyes tapasztalataim, azzal kapcsolatban volt egy-két nagyon komoly tanár az életemben, hála Istennek az ő kegyelméből, és ezek ilyen professzor szintű figurák voltak, konkrétan professzorok, és azt az alázatosságot, ez valami elképesztő. Mindig az egyiküknek az arca van előttem, ahogy korrigálja a diákot, vagy korrigál engem. Tehát világhírű, elképesztő, mindenki ismeri a nevét az ő szakterületén, sőt, még azon kívül is, és akkor ahogy ő hozzányúl a másik emberhez, és keresi a jót a munkádban. Szóval valami egész elképesztő, és valahol ezt egy kicsit jellemzőnek érzem, hogy ezek az ilyen csúcsértelmiségi, überagyú, dupla eszű emberek, ezek olyan nagyon, nagyon alázatosak tudnak lenni valahogy, nagyon szelidek tudnak lenni. Ez az ember ráadásul még mélyen hívő is volt, úgyhogy minden összeállt nagyon szépen. De úgy mindig ugye, tessék? Inkább azzal függ össze, szerintem. Lehet, hogy inkább azzal függ össze, nem tudom. De valahol azt éreztem, hogy ezek alázatosak voltak. Hát nem egy ilyen volt nekem. Volt ateista is egyébként, aki abszolút istentelen volt, és tök alázatosan állt hozzá, és teljesen így. Na mindegy, nem idézek tőle, hogy miket mondott Istenről inkább. Tehát, hogy miért tartja az egészet humbugnak, azt levezette. Hát ki voltam én, hogy vitámba szálljak vele, de azért lett volna egy-két ötletem. Na, szóval ne dicsekedjen az Úr előtt egy tessen, mondja 1 Korintus 1.29. Galata 6.14, ugrálunk nagyokat, kicsit össze-vissza, de nem baj, ahogy jönnek sorba. Nékem pedig ne legyen másban dicsekednem, hanem az Urunk, a mi Urunk Jézus Krisztusnak keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Halleluja! Én nekem, mondja Pál, hogy ez semmi mással nem jön, csak az Úr Jézus Krisztus érdemével. Ugye? Most ez egy kontextusban picit más jelent, hogy megfeszítette így, meg úgy, meg amúgy. De azt mondja, és Pál nem volt semmi figura, tehát azért látható, hogy őt Isten levitte alázatba azért egy picikét, úgy kicsit tudják, mint Mózes, mert őt is Isten levitte alázatba, de a végén az ő teljesen feladta a saját pedigréjét, a saját képességeit, a saját dolgait, és azt mondta, dicsekszem az én erőtelenségeimben. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor az Úr ereje, akkor nyilatkozik meg bennem. Miért? Hát azért, hogy ne a te dicsőséged történjen, ne a te dicsőséged legyen. És ez egy jó dolog, Istennek nagy a kegyelme, és ez akkor tud megmutatkozni. Isten óvatosan vigyáz rád, hogy ne dicsőítsd meg magadat, jó? Tehát azt mondja, ne, én nem akarok másban dicsekedni, csak az Úr Jézus Krisztus keresztjében. Vagyis, ami neki van, ami nekünk van, pedig aztán Pálnak nem akármi volt, ugye? Nagyon sok minden történt Pálnak a szolgálatában. Azt mondta, hogy ez az Úr Jézus Krisztus kegyelme, ez az ő keresztjéből való. Filippi levél a következő, 3-3. Mert mi vagyunk
körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem testben bizakodunk. Na, ez egy nagyon fontos ige. Amikor a keresztény jön Isten elé, és sorolja az érdemeit, hogy... Nagyon nem jól teszi, mert abban a pillanatban az érdemeire hivatkozva próbál Istentől valamit szerezni. Csak azt nem lehet. A Krisztus kegyelmére hivatkozva lehet. És elmondom neked, hogy nem attól kvalifikálsz, tehát nem attól leszel megfelelő alany annak, hogy Isten nagy dolgokat adjon neked, hogy te nagy dolgokat tettél, hanem attól, hogy alázatos vagy, és nem fog a ló elszállni veled, hogyha Isten nagy dolgokat ad neked. Még egyszer elmondom. Tehát nem azzal válsz jó alanyjá ahhoz, hogy Isten nagy dolgokat adjon neked, hogy te nagyon okos vagy, nagyon szép vagy, te nagy dolgokat cselekedtél, vagy te nagy dolgokat tudsz produkálni, hanem attól, hogy alázatos vagy. Mert Isten kegyelemből adja a nagy dolgokat, legyen az bármi, legyen az gazdagság, legyen az sok lehetőség, legyen az hatalmas áldás, amit rajtad keresztül ki tud rakni Isten valakinek az asztalára, az ő kegyelméből van. De hogy miért pont ezen az emberen keresztül, miért pont azon az emberen keresztül teszi, az nem attól van, mert ő nagyon tehetséges, vagy nagyon okos, vagy nagyon szép, vagy nagyon mi, hanem attól, hogy ő nagyon alázatos. Tudnék, az Úr Jézus Krisztusnak a legfontosabb dolog, hogy a te jellemedre vigyázzon, és a te arcodra vigyázzon. Mert amikor te elkezded magadnak venni a dicsőséget, vagy én, akkor közel van a bukás, akkor közel van a baj. És ezt tudja az Úr Jézus Krisztus nagyon jól. És azért én azt látom, eddigi 30 évemben ezt tudtam leszűrni, hogy minél egyszerűbb, alázatosabb ember vagy, Isten annál nagyobb áldásokat tud neked, vagy rajtad keresztül adni. Mert hogy? Akkor az Úr tudja, hogy te nem fogsz elszállni. Mert tudni, azzal az Úr Jézus Krisztus nincs kisegítve, hogy te elszállsz. És elszáll az agyad. És nem azért tud rajtad keresztül Isten nagy tetteket végrehajtani, mert te olyan okos vagy, vagy te olyan szép vagy, vagy te nem tudom micsoda vagy, hanem attól, mert te szelíd, alázatos vagy. Ezt látjuk Mózesnek az életében is. Hogy Isten levitte őt alfába, vagy mínusz alfába, és akkor tudott rajta keresztül hatalmas dolgokat csinálni. Hatalmas dolgokat csinálni. És Mózes, amikor nemrégen olvastuk fel, hogy amikor Kóré, Dátán, Abirám fölszólalt Mózes ellen, akkor Mózes nem felháborodottan verte az asztalt. Mit csinált Mózes? Leborult az Úr elé könyörögni értük. Mert tudta, hogy itt most nagy baj lesz. Itt most nagy baj lesz. Tehát nem kikérte magának, hogy mit képzeltek te magatokról, hanem leborult az Úr elé könyörögni értük. Elképesztő, nem? Hát szóval ez egy nagyon jó gondolat. Oké? Tehát nem a testben bizakodunk. Vagyis nem abban, hogy én ezt is tettem, Uram, én azt is tettem, én majd az úrodák megfizetnék egy nyilván, most egyelőre nyugodj le, és a kegyelmében reménykedjél. Ugye Isten abban gyönyörködik, aki az ő nevét féli, és az ő kegyelmében reménykedik. Van egy ilyen Zsoltár, ez egyik kedvenc sorom, tehát az Isten abban gyönyörködik, aki az ő nevét féli, és az ő kegyelmében reménykedik. Ez azért kedvencem, mert egyrészt az ő kegyelmében reménykedik, független attól, hogy Isten félőként helyesen él. Hát az ő nevét féli. Ugye? Tehát helyesen él. De nem az ő érdemeiért megy Isten, nem az ő érdemeiben reménykedik és abban bizalkodik, hanem Isten kegyelmében. Tudja nagyon jól, hogy más nem működik. Ez az igazság, ez a valóság. Ember másban nem reménykedhet. Szoktam volt mondani, ha valami csoda folytán a mennybe jutok, az kizárólag Jézus Krisztus érdeméből van. Kizárólag. Oké. Zsidó 3.6. Következő igép. Zsidó 3.6. Ami azt mondja... ami egy nagyon izgalmas ige. Krisztus ellenben, mint fiú a maga háza felett, kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Hát akkor ez most mi?
mi a reménységnek a dicsekedése? Mert ha már dicsekedésről beszélünk. Azt mondja, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy a reménység dicsekedését mindvégig erősen tartsad meg. Ha elolvasnám a környezetét, még érdekesebb dolgok jönnek ki ebben a szakaszban. Olvassam el. Annak okáért olvasom az egytől, jó? Ezért aztán, szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei. Figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolására, ugye megvallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, mint ahogy Mózes is az ő házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, már mint Jézus, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Ugye, ő általa és ő nézve teremtetett Isten mindeneket. Oké, mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga a hirdetendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, akkor vagyunk a háza, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Annak okáért, amint a Szent Szellem mondja ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértésnek a ma napján a pusztában. Ugye ez a zsidóknak szóló levél, olyan személyeknek, akiknek kísértés volt az, hogy visszamenjenek a zsidó vallásukba, mert egy csomó zsidó nem fogadta el Krisztust, nem fogadta el Jézust Isten felkentjének, és a haverokat, a többieket, a gyerekkori jóbarátot megpróbálta visszarángatni, és megpróbálta vele Krisztust megtagadtatni. Erről szól ez a történet. És azt mondja, hogy te ne lépjél vissza, mert ugyan, tehát Mózes hűséges volt az ő háza népe fölött, oké, fogadjuk el, de nézzük csak meg, aki Jézus Krisztus nem mint szolga volt hű, hanem mint a ház építője volt hűséges. És azért vagy te most Jézus Krisztusban, mert ő hűséges volt, és akkor maradsz meg az ő házaként, ha a bizodalmadat, mármint Jézus Krisztusban való bizodalmadat, és a reménységnek dicsekedését mindvégig megtartod. Ellenben azzal, aki elveti Jézus Krisztusban való bízást, és visszamegy a törvényben bizakodni, ugye? És elveti a reménységnek a dicsekedését, mármint azt, hogy Jézus Krisztus mit ígért, hogy ismét eljövök hozzátok, és magamhoz veszlek titeket. Tehát azt a reménységet, az áldott reménységünket, amiben a Biblia új szövetség teljesen egységes, hogy a mi áldott reménységünk, hogy az Isten elküldi az ő fiát, és elvisz minket az Isten haragja elől, örök életet ad nekünk, és ez a mi áldott reménységünk. És azt mondja, ezt a két dolgot, ezt tartsátok meg, a Krisztusban való bízást, az Istenben való bízást, és azt a reménységet, hogy igen, Jézus el fog vinni téged itt, mielőtt elszabadulnak az isteni haragok, meg elszabadul a pokol, azelőtt elmész, és ez a bizodalmad, ha ebben mind még benne maradsz, akkor Isten háza népe vagy. Mert Isten háza népének ez a jellemzője. Most nyilván te neked nincs olyan kísértésed, hogy menj vissza a judaizmusba, mert aki visszament a judaizmusba, ugye annak meg kell tagadni Jézust, ez a lényeg. Zsidó levél erről szól. Oké? Érthető volt, ugye? Nem bonyolult ezt a dolgot felfogni. De a lényeg az, hogy a reménységnek a dicsekedése, tehát azért legyen benned egy öröm arra, hogy igen, jön az Úr és el fog engem innen vinni. És mielőtt elszabadul a pokol, mielőtt elszabadulnak az Isten haragjának a kitöltései, pá-pá, azelől elmegyünk, és ezek a keresztények ezzel dicsekedtek is, hogy ho-ho, gyerekek, jön ám az Isten haragja. Rátok. Rám nem. És ezzel lehet dicsekedni, ezt Isten kegyelméből van. És ráadásul ez igazság, úgyhogy ezzel lehet lenni. A bizodalmat megtartani, hát az meg mindenki számára világos, hogy miben bízást. Az, hogy az én Isten előtt való megigazoltságom, az Jézus Krisztus érdemében van, és én ebben bízom. És nem a saját cselekedeteimben, mint a zsidók, ugye? Mint a zsidók a saját cselekedeteiben, hogy ezt is betartom, ezt is, és akkor hú, de jó leszek Isten előtt. Na hát ezért mondja ez a levél, amit mond. Na kérem, Jakab 1.9. Van még néhány száz igém, gyorsan megetetlek vele benneteket. Jakab 1.9. Azt mondja, ez egy nagyon furcsa ige dicsekedéssel kapcsolatban, de ha már itt vagyunk, ezt is meg kell érteni.
Figyeld ezt. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával. A gazdag pedig dicsekedjék az ő alacsonyságával. Na most akkor ez mit jelent? Nézzük tovább, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkél a nap az ő hépségével, megszárítja a füvet, annak virága elhul, ábrázatának kedvessége elvész, így hervad el a gazdag is az ő útjában. Töröm. Tehát magyarán miről szól ez a szakasz? Arról szól, hogy ne arra tekintsél Krisztusban, hogy te szegény vagy, vagy gazdag. Azt mondja, hogy aki szegény és alacsony sorsú, az dicsekedjék azzal, hogy Krisztusban Isten gyermeke lettem. Van mivel kompenzálni, ha tetszik így mondani, az én nyomorúságomat, az én kitettségemet, az én fogyatkozásaimat, mert Isten gyermeke vagyok. A gazdag, meg dicsekedjék a tekintsen az ő alacsony sorsára, mert hogy hát én egy ember vagyok, akit Isten tett esetleg gazdaggá, jó esetben, mert más is gazdaggá tud tenni ezen a bolygón, és tekintsünk arra, hogy hát én Istennek szolgája vagyok, alázatos szolgája, független attól, hogy most Isten engem mivel látott el, mivel sem. Ez nagyon fontos, látod? Ebben az igében is benne látszik az, hogy Istennek a jellemed fontosabb. És az, hogy te mit gondolsz magadról, és az, hogy te hogyan gondolkodsz magadról, az fontosabb, mint az, hogy mit van neked. Ugye? Jakab aztán később beszél arról, hogy öltök, gyilkoltok, és nem kaptok, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, mert a ti hedonizmusotokra akarjátok azt költeni. Ugye? Itt a hedonizmus annak az a középpontjában, hogy én akarok mindent élvezni. És ez már egy jellemhiba. Miért? Mert én vagyok a középpontban, ugye? És ezért Isten szívesen ad neked jó dolgokat, mert az is meg van írva, hogy ő az, aki gazdagon megad nekünk mindent a mi élvezetünkre. Ez is benne van a Bibliában. De a fék, ami Isten kezét megfogja a nagy adakozásban, az a te jellemed. Az a te jellemed. Az egy nagyon komoly fék. Oké. Okay. 1 Korintus 4.7 a nagyon fontos ige. Miért nem dicsekszünk? Miért nem dicsekszünk? 1 Korintus 4.7-ben mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna? Nézd meg, kicsoda különböztet meg téged. Itt a lényeg. Ez nagyon lényeg. Aki dicsekszik, vagy aki megdicsőülni szeretne, vagy aki felfuvalkodott, az különnek tartja magát mindenki másnál. Ez a lényeg. Hogy te különleges vagy. Nagyon sok, és ebben olyan emberek is vannak ezzel így, akik a problémájukat tartják különleges. Problémájukat tartják különlegesnek. Tehát, hát velem Isten külön kell, hogy foglalkozom, mert nekem különleges problémám van. Hát persze, neked különleges problémád van, neked, meg rajtad kívül 1 milliárd embernek még ugyanez a különleges problémája, éppen neked. Nincs különleges ember. Nincs különleges ember. Kicsoda különböztetnek téged. Nincs különlegesen okos, különlegesen szép. Olvastuk az előbb, elhullik, mint a fűnek a virága, ennyi barátom. Tehát, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Isten adott mindent. Amen. Ezt nem kell magyarázni. Ó, de hát én megdolgoztam érte. Jó, persze, megdolgoztál érte. Kihasználtad azt, amit Isten adott neked. Mármint mit? Hát én dolgoztam. Jó, de mivel, barátom? Az eszeddel, a fizikai erőddel, meg azokkal a lehetőségekkel, amiket Isten adott az utadba. Tulajdonképpen mit is csináltál te? Lehet, hogy hűségesen elfogadtad, örültél, és hűségesen kihasználtad. Jó. De mit használtál volna ki hűségesen, ha Isten nem adott volna neked sem? Mi a bánatot csináltál volna? Semmit. Ugye nyilván, tehát erre világos a kérdés. Oké. Ezért aztán az 1 Korintus 1.3,
Ezt csak írjátok le. És a 2 Korintus 10:17 azt mondja, hogy aki dicsekszik, az Úrban dicsekednék. Tehát, hogy keresztény ember valamivel villogni akar, akkor az villogja Jézus Krisztussal. Figyelj, lehet neked minden jód, lehet neked hatalmas teljesítményed, lehet neked csodálatos anyagi javaid, örüljél neki, de ne dicsekedjél vele. Örüljél neki, de ne dicsekedjél vele. Ennyi. Nem azért adja neked az Isten a jobbnál jobb javakat, amiről más csak álmodik esetleg, hogy te aztán megdicsőjél, hanem hogy élvezzed, örüljél neki. Adjál hálát érte, azt jó éjszakát kívánok. Hogyha valami nagy dologra fel akarod hívni az emberek figyelmét, akkor hívd fel Jézus Krisztussal. És hogy ő mit csinált meg, hogy ő milyen. Erre nyugodtan fölhívhatod a figyelmet, ezzel nincs semmi baj. Tudni, hogy Jézus az Isten, tehát őt lehet dicsőíteni. Meg lehet dicsőíteni egész nyugodtan, lehet dicsérni, magasztalni, bármi ilyesmélét, de magaddal óvatosan bánjál, jó? Oké. Okay. Mi az, amiről még dicsekedhetsz? Persze nem Isten előtt. Ugye ez a 2 Korintus 1.12. Nagyon szeretem ezt az igét. 2 Korintus 1.12. Ami lelkiismeretünk bizonyságtétele. Mert a mi dicsekvésünk ez. Lelkiismeretünk bizonyságtétele, hogy isteni őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódunk a világon, kiváltképpen pedig köztetek. Őszintesség, azzal tudsz esetleg dicsekedni, ezt mondja Pál apostolék, azzal dicsekednek, jó a mi lelkiismeretünk, mert tudjuk azt, hogy nem vagyunk képmutatók, és nem akarunk senkit behúzni a csőbe, meg nem akarunk senkinek hazudni. Ez lehet egy ilyen, ez a mi dicsekedésünk. Oké? Okay? De hát nézd meg, hogy mi van az mondat végén. Isten kegyelmével forgolódunk a világban. Isten kegyelmével. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy dicsekedhetsz is vele, meg nem is. De Pál apostol például, ugye, ha Pál írta a zsidó levelet, ezt most pontosan nem tudom, mert most jutott eszembe az ige, nem tudom pontosan hol van, hogy imádkozzatok értünk, ugye, tehát miért a 2 Korintusba mentem, amikor a zsidóba szerettem volna? Nem tudom. Oké. Okay. Most vagy megtalálom, vagy nem. Igen, zsidó 13-18, megtaláltam. Imádkozzatok érettünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni. Ez a másik igéje ennek a kettőt, a 2 Korintus 1.12 párja, ha tetszik mondja, tetszik így mondani. Azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve, hogy jó lelkiismeretünk van. Honnan tudjuk, hogy jó lelkiismeretünk van? Milyen alapon vagyunk meggyőződve róla? Mert igyekszünk mindenekben tisztességesen forgolódni. És ez azért fura, mert a zsidó levél írója, ha Pál volt, hanem, azt mondja, hogy ez ad neki alapot, jogalapot arra, hogy imád kérjen. Imádkozzatok értünk, mert meggyőződés szerint jó lelkiismeretünk van. Jó, ez csak egy ilyen zárójeles dolog volt, és két dologra szeretném még felhívni a figyelmet, és akkor kicsit rövidebbre szabva, de megállunk most ezzel a tanítással, mert így is 43 perce beszélek, nem olyan baj, ha kicsit hamarabb abba hagyom. Hogy a 2 Korintus 12-11 szerint a dicsekvés az a bolond embernek a része. 2 Korintus 12-11. Dicsérjen meg téged más, és ne a te magad szája, ugye? Aztán mondunk ilyet is a példabeszédekben, hogy a saját dicsőségünket keresni vajon dicsőség? Tehát ez gáz, nem? Dicsekedés, dicsekedvén bolondá lettem, de ti kényszerítettetek rá. Mert néktek kellett volna engem ajánlanotok, mert semmiben sem vagyok alávaló a főfő apostoloknak, noha semmi vagyok, mondja Pál. Tehát azt mondja, hogy ha én most jövök az én érdemeimmel, akkor bolondá lettem. Most ezzel azért volt kénytelen élni, mert a korintusiak, mintha megfeledkeztek volna arról, hogy onnan vannak ők Krisztusban, és tulajdonképpen
tulajdonképpen bármit tett értük. És tulajdonképpen kin keresztül köszönhetik az Úr Jézus Krisztusnak mindazt, amiük van. És akkor úgy Pál ezzel kénytelen volt egy picit érvelni, hogy bocs, fiúk, hát én értem, hogy ti más hajóba neveztek, és rajtunk kívül meggazdagodtak és dicsőségre jutottatok, de hát. És azt mondja, ez részéről bolondság, de hát nézzétek el nekem, mondja Pál apostol. Jó, tehát balgataggá lesz valaki, aki dicsekszik. És végül a Jakab 4.16, ami meg egyenesen már azt mondja Jakab apostol, hogy gonoszság a jövővel dicsekedni. Gonoszság. Jakab 4.16. Azt mondja, hogy nosza immár, 13-astól olvasom. Tehát Jakab 4.13-tól olvasom. Nosza immár ti, akik ezt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, kalmárkodunk, vagyis hát kereskedünk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, amely rövid ideig látszik, aztán pedig hús eltűnik. Hús nincs benne a szövegben. Holott ezt kellene mondanatok, ha... Hogy ébren vagytok, jól van. Holott azt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, és élünk, ím ezt vagy amazt fogjuk cselekedni. Ti ellenben elbizalkodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Hoppá. Van egy barátom, egy keresztény barátom, aki mindig azt szokta mondani, hogy azt tervezem, hogy... És ezzel igazat mond. Nem azt mondja, hogy elmegyek ide, meg oda, meg amoda, ezt sem azt csinálom. Azt tervezem, hogy jó, megtanult valamit az igéből, hála Istennek, ez nagyon jó. És tényleg ez van. Az Úr akarja és élünk. Hát persze bizakodsz abban, hogy Isten meg fog áldani, persze imádkoztál is érte, persze hitben vagy, hogy Isten azt meg fogja áldani, amit te csinálni fogsz, de Isten fog megáldani, Isten fogja megadni, mert kérted, mert imádkoztál, Isten lesz az áldó, te áldott leszel, mert megkérted Istent, és Isten meg fog téged áldani. Ez így oké. Okay. Ez így oké, okay, de úgy nem oké, okay, hogy én ezt csinálom, azt csinálom, ez lesz, az lesz, halleluja, de jó lesz. Ez így nem jó, azt mondja Jakab, hogy ez egyenesen gonosz dolog. Hát ennyi volt a gondolatom ahhoz kapcsolódva, hogy a szeretet nem dicsekszik, és akkor jövő héten meg a szeretet nem fuvalkodik fel. Addig köszönöm szépen a figyelmet, forgassátok az írásokat a szívetekben, mint Mirjam.